Mikor már azt gondoljuk a véget nem érő kanyargós úton, hogy valahol elvesztünk a Balaton felvidéken, akkor egyszer csak feltűnik Szent Antalfa, s rögtön a falu szélén Dobosi Károly tehenészete. Jöjjenek velünk nézőink is! Szerint nagy része az Holstein fríz. Van bennük több keverék is magyar talkával, de összességében én nekem ez a fajta vált be, mert könnyű fejetű, igazából könnyű fejni, könnyű bánni velük, meg jóval többet termelnek, mint egy magyar talka. Ellenben kevesebb a tejzsír vagy beltartalom, viszont azért anyag nem adnak, vagy annyival többet is adnak igazából, mint amennyire kevesebb. És nekem a sajtom is kiváló, így, hogy nem fölözöm le a tejet. Jellemző a tartásukra, hogy telik egy napjuk a szarvasmaráknak itt? Hajnalban, amikor kijövök, akkor beengedem őket, megfejem. Az etetés az általában úgy van, hogy az mindig folyamatosan ott van előttük a széna, nyáron meg, vagy ez, ugye a tavasztól őszig meg a friss hüvet kaszálom nekik általában. És igazából behajtom fejni őket, akkor megkapják ezt az abrakot. Ugye ettől teljenek igazán, ugye, mert ebben van a fehérje is, meg úgy mindenféle, ami még koncentrátum, stb. És akkor miből itt meg is állítáljuk meg azért egy kicsit, miből áll ez a, miből áll a vacsorájuk, mert ugye most éppen azt fogyasztják. A vacsora amúgy reggel is van, igen. Hát búza, kukorica, árpa, a három fő összetevő, és akkor ebben van koncentrátum, amit itt a közelben veszek a Dörögdi mezőtől. Ebben vannak ilyen komponensek, hogy amik fehérje hordozók, extra hát napraforgó, recedara, szója, magyar szója, ami ugye GMO-mentes, és akkor meg hát ugye a vitaminok, nyomelemek, amivel ki kell készíteni az állatnak ahhoz, hogy mindent megkapjuk, mert csak így tud jól tejelni. Mire kell ügyelni elsősorban a tartásuk kapcsán? Hát az, hogy mindig jó ennivalójuk legyen, az nagyon fontos. Meg hát nyilván, hogy ne érjek egy stressz különösebben, az se jó nekik nyilván. Meg hát a nagy meleget nem szeretik, de hát sok mindent nem tudunk tenni ellene. A hideget jobban bírják egyébként. Azok kívül egy igénytelenebb állat bírja. És ez egy jól tejelő fajta? A Holstein fríz az a legjobb a világon lényegében. És ez mit jelent számukban kifejezve? Mennyi tejet adnak egy nap? Hát ez úgy van, hogy ha frissen megelik, ugye akkor adja a legtöbbet, egy pár héten rá, akkor van a csúcson, vagy egy-két hónapra rá. Akkor valamelyik most például teje van még 50 litert is egy nap. Az ugye lebontva olyan 20-25 liter egy fejésre. De valamelyik meg, amikor már vége fele jár ugye a laktációnak, az meg már ugye visszaesítják 5-10 literre. Szóval attól is függ. És mekkora most az állomány? Hát most olyan, a tejelő az a 13-14 között változik. Most ugye selejtezés volt, de most tervezek visszatérni, ugye 20-ra általában szokott lenni. És mit jelentenek önnek ezek az állatok? Például megismeri őket? Tehát mindegyiknek van neve, vagy hogy képzeljük ezt el? Igen, mindegyiket nevén szólítom, meg ha rászadok, tudják is, hogy akkor mi van általában. De meg szelidek is, szóval oda megyek hozzájuk, bármelyik oda tud bújik hozzám, vagy jó, nem mindegyik ugyanolyan, de nagy rész által mindegyik hozzám nőtt. És akkor az ön tevékenységének az egyik része az állattenyésztés, a másik pedig a sajtkészítés. Milyen örömöket talál ezekben a tevékenységekben? Hogy alakult ki, hogy ezzel foglalkozzon? Hát én ácsa szakmám igazából eredetileg, de abban nem sokat dolgoztam, inkább a unokatesoméknál rózsámmentes acéltermékeket gyártottunk, és azt hegesztettük, és hát elegem volt a két éves műhely munkából, mondom, valamit kezdeni kell. A tejnek mindig a kedvenceim voltak, meg régi álmom is volt egyébként, és akkor először kettővel elkezdtem még otthon, és akkor szép lassan fejlesztettem. És mi az öröm ebben a munkában? Hogy lehet ezt megfogalmazni? Hát maga az állatokat nagyon szeretem, meg a én kötetlenek, hát úgymond kötött, mert reggel estét kell lenni végig is fejni, meg a többi munka, de mégis én osztom be az időmet, így ez az első, ami legfontosabb. Amellett meg, hogy állatok között vagyok, az nekem az nagyobb öröm. És hogyan lehet fejlődni, merre felé lehet fejlődni ebben a tevékenységben? Hát lehet méretben is. Ugye én úgy, az a baj, hogy a társadalom a manapságát már nem igazán elismert szakma, hogy nem igazán szereti csinálni az emberek, és így nincs is rá a munkaerő nagyon. Úgy próbálom fejleszteni, hogy ez a 20-as létszám nagyjából az még elgyőzhető, hogy egy, vagy vannak nagynéném, unokatesóim, akik besegítenek, vagy édesanyám, de összességében
az a létszám, hogy még így el tudok győzni. Hát képesítettem itt az a 6 év alatt az elég rendesen, főleg a sajkészítési részét, így azért elgyőzhető. Miközben beszélgettünk, az első sajtárnyi tejadagokat már le is fejte a gazda, és jut belőle a kis bociknak is. A nagy mennyiség pedig ezekbe a tartályokba kerülnek, lehűtik, 3 fokon tárolják, majd reggel kezdődik a feldolgozása. Bizonyos mennyiség, ha összegyűlik, akkor csinálok belőle általában éller sajtokat, annak az a fő profilunk. Ha friss sajt, azt általában ilyenkor fejéskor szoktuk csinálni, ha kell készíteni. A friss tejet is itt mérjük ki, amit kihordunk itt a környéken, valamint a túró joghútot is fejéskor szoktuk felrakni általában a friss tejből. Az élethez az várunk egy kicsit a hidegből is, amíg összegyűlik. És mennyire jellemző, hogy az emberek keresik a friss tejet? Hát a környéken igazából csak én vagyok teljes, úgyhogy mindenkit én látok el. A piacokra is hordunk, de összességében a sajtmennyiséghez képest elenyésző, mert én erre álltam rá, meg nem is kérnek annyit tejet, amennyi sajt elfogy. És mit kell tudnunk a sajtokról? Meddig érlelik, hogyan készítik, milyen típusú sajtokat készítenek? Hát úgy van, hogy van egy 13 fajta talán, ha jól tudom számolni, vagyis 13 féle az ízesítettekkel együtt, de van egy évig élelt típusunk, ez egy saját márka. Akkor van ementáli típus, az egy 2-3 hónapos, akkor van 1-2 hónapos, abból vannak ízesítve kakukkfű, római kömény meg csili, és akkor ezek az életek, valamint van parenica füstölve, abból csilis meg natur, meg van friss sajtok azokból, meg bazsalikom, metilóhagyma, meg fokhagyma, meg hát a natur. Így ezek, amit mi folyamatosan erre vagyunk ráva. Sajtokkal kapcsolatban is azt kérdezem, hogy mennyire van igénye az embereknek az ilyen házilagosan készített sajtokra? Hát azt vettem észre az utóbbi időben egyre nagyobb, ugye, mert rájöttek, hogy a boltban a üzemi szinten van készítve, az már sok adaléka van teleadva. Itt meg ugye teljesen nyers lejből készítjük a sajtot, csak a baktérium kultúra van hozzáadva, ami természetes alapanyag, ami alapján a fajta jelleg megvan adva. Azon kívül semmi más, hogy meg a só. Megtalálta ebben a munkában, ebben a tevékenységben azt, amit keresett? Igen, nem is tudnék mást elképzelni igazából. És mit jelent az Éltető Egyesület tagja lenni, az Éltető Egyesülethez tartozni, mekkora segítséget jelent ez, és mivel jelent segítséget? Hát igazából pályázatokban tud segítséget adni. Nekem a piacokban tudtak az ilyen rendezvényekre több erésbe vittek, főleg az elején az nekem nagy segítség volt. Megtanácskéréssel igazából bármikor fordulhatok hozzájuk.